Szeretettel köszöntöm a drága testvéreimet az Úrban, halleluja, dicsőség Istennek. Továbbra is úgymond a szellemi feltérképezés könyvéből megy a tanítás, és ez most már a negyedik fejezet, és a mai napon a titkos társaságok, ez a szabadkőművesek, ezekről lesz itt röpke egy órán belül tanítás. Szóval, ahol a katolikus egyház mélyén lakodik egy titkos társaság. A szervezete a pápa áldásával működik, és csak is neki tartoznak engedelmességgel. A pápa 1982-ben úgynevezett személyes prelátusi címmel ruházta fel őket. Opus Deit, Isten műve, társaságot 1028-ban alapított egy spanyol szerzetes szabadkőműves. Úgyhogy kedves testvéreim az Úrban, ezt már egy párszor elhangozhattam, de ismét el szeretném mondani, hogy a katolikus egyházat szabadkőműves alapította, őnekik közük egy másodperc se volt Istenhez. Sosem. Aki a rend tagja lesz, minden napjaiban válhat szenté. Minden nap két órán keresztül egy szöges láncot kell viselniük a combjuk körül, hetente egyszer legalább ostorhoz hasonló eszközökkel korbácsolják meg saját hátukat, falukat és önsanyargatást csinálnak. Hát ilyen törvényeket hoztak saját maguknak, ezt csinálják többen is, és ennek ez a lényege, hogy a katolicizmus eleve tudjuk, és ezek le vannak írva, hogy a híveket is úgy szerezték, hogy mentek a pogányokhoz, és azt mondták, nem baj az, hogy milyen bálványimádó vagy mi, csak jöjjenek, hogy minél többen lehessenek, és akkor ugye a tizedet, meg a fejkótákat ugye le lehetett fejelni róluk. És ez mind a pénznek a motivációja volt, és nem Istennek. Azt mondja az ige, ez egy szekta. A szekta alapítójának életében minden sárfoltot kitisztítottak és örökre elfelejtették. Hogy csinálták ezt? Tudjuk, el le vannak írva a katolikusoknál, pénzé meg lehetett venni, még a hozzátartozód is, aki már rég meghalt, pénzé ki tudtad váltani őt a pokolból. Ezt persze a katolikusok találták ki, akinek van egy kis vajmi köze is a Szentíráshoz, az nagyon jó tudja, hogy se katolikus, se Tóth Tibor, senki nem fog téged a pokolból kihozni, hanem majd az utolsó ítéletre Úr Jézus Krisztus. Ennek a jövedelmező személyi kultusznak immár valódi szent is rendelkezésére áll, akihez lehet imádkozni, páratlan erejű mozgató erő, ez egy olyan szervezetnek, amely azt hirdeti, belőled is lehet szent. Szóval de azt tudni kell a katolikusoknál, hogy mindenki szent, Szent Márton, Szent Jóska, Szent Péter, Szent Kispista, és így tovább, hogy minden egyes különböző napoknak megvan a jelentése, és ezek szentek, mint ahogy ugye itt Magyarországon is nagyon sok szent volt, Szent István, Szent László sorolhatná, mindenki szent volt. Az halott, csak gyilkolni jártak, állandóan hazba voltak, és szentnek lettek szólítva, mert Magyarországon is ugye eleve a Szent Istvánról azt kell tudni, a katolikusok nevelték őt be a háttérbe, ők is irányították, ő is csak egy bábú volt, úgy mozgatták őtet, és igazán közük aztán semmiféle szentséghez nem volt, arról nem is beszélni, hogy Úr Jézus Krisztus, aki valóban szent volt és megváltott bennünket, azt felcserélték a Máriával. És ők a Máriához imádkoznak, Magyarország a Mária országa, és ilyen nevetséges és felháborító dolgokat találtak ki, és ez mind a katolikusoktól fúj a szél. Szóval belőled is szent lesz. Ez a szent maffia mindmáig emberek tömegeinek életét teszi tönkre. Uralja a gondolataikat, miközben egyre több erőt és vagyont halmoz fel maga körül,
Nemrégiben 47 millió dolláros költségvetéssel fényűző központot építettek maguknak Manhattan közepében, idézve ezek az idézetek egyébként, amit itt felolvasunk, ez a Michel Brand titkos társaság könyvéből származnak. Bárki megvásárolhatja, utána nézhet, és bizony sajnos szomorú helyzetek ezek, de a valóságot fedi. Aztán van, akik irányítják a világot. A Bilderbergi csoport 1954-ben alakult, a csoport hivatalosan nem is létezik. Körülbelül 105 számláló kör tagjai a világ legbefolyásosabb emberei körül kerültek ki. Nemzetek közi bankárok, multinacionalista vállalatok vezetői, politikai vezetők, európai királyi házak képviselője, többek között az angol királynő, herceg a spanyol Zsófia királynő, vagy a Beatrix holland uralkodó. Szóval mind ilyen befolyásos és gazdag és tehetős személyekből állt ez össze. Azt mondják, hogy két legerősebb tőkés család az amerikai Rockefellerek, ugye erről hallottunk. Az itt csak annyit szeretnék megidézni, ugye, hogy a felvételek megvoltak interneten, meg lehetett nézni. Tudjuk, a jelenések 13-as fejezet 1-től 8-ig írja, hogy a fenevad alá bementek azok, az istentelenek, akik nincsenek az életkönyvébe beírva, a bárány könyvébe. Hát sajnos szomorú, mert ez az egyház 98%-a és a karizmatikus gyülekezetek is bementek, alájuk mentek, a fejkóta véget, szóval eladták magukat. És ugye ezek, mikor mentek maga a vezetők, ugye ez akár lehet Putyin is, meg Indiából is, meg Magyarországról is, ugye az Orbán Viktor, csókogatták ennek a pápának a kezét. Aztán jött a Rockefeller, meg vannak a felvételek, nehogy azt higgye valaki, hogy ezt én szülöm az én elmémbe ezeket. Meg vannak a felvételek, jön a Rockefeller, és mindjárt a Ferenc pápa csókogatta a Rockefellernek a kezét. Abban a pillanatban elárulkodott ez is, hogy ahol a pénz van, ott az uralom, és ott van a hatalom. Úgyhogy Rockefellerek, Európából a Rothschildok állnak a társaság élén. Ez a két személy világ leggazdagabb emberei. A csoport minden évben 4 napot tölt együtt, találkozókat 1976-ig, egykor az SS tisztként szolgáló holland Bernard herceg vezette. A tanácskozás mai feje Peter Carrington, aki korábban a brit kormányminisztere, illetve a NATO főtitkára volt. Ennek a testületnek is az a végcélja, hogy világ államot hozzanak létre. Egy világvallást és egy világvezetést. A világvallás már is elkészült, ugye? Ahogy alá mentek, ezt tudjuk, ez megtörtént most már 7 éve, amit az imént mondtam, és a jelenések könyve is leírja. Alámentek a fejkóta véget, eladták a lelküket a mammonnak. Miközben a Szentírás azt írja, nem lehet két urat szolgálni, a mammont is, és a mi urunkat is. Ezt a kettőt el lehet felejteni, együtt nem megy, nem munkálkodik. Aki a mammonnál is ott van, akkor az ő a mammonnával, az ő szíve Istennel nincsen. Hiába beszél a szájával, ahogy Jézus is mondta, hogy ezek a szájukkal közel vannak hozzám, de a szívük távol. Na ez az a csapat, ez az a csoport. A külügyek tanács, a világkormány, ugye van ilyen? Van ilyen, van az Európa Unió, és ugye ott benne van, nem tudom, 10 ország, vagy mennyi, és akkor eldöntik, hogy mit kell csinálni a magyaroknak is, meg ezt is, meg azt is, magyarul le van uralva. De az egész világ le van uralva, ezekkel a gazdagokkal. Az első világháború idején a Wilson amerikai elnök személyes tanácsadója Edward Mandel ezredes
szervezte azt a találkozói sorozatot, amely mára a külügyek tanácsa. Az egyik legnagyobb globalista titkos társasággá vált 1917-ben, amely 1918. januárban nyújtotta be a kongresszushoz, ezen javaslatok között szerepelt a nemzetek közötti gazdasági határok leépítése, a szabad kereskedelem és egy nemzetek feletti szervezet Németország súlyos jóvátételt fizetett a bűneért. Tudjuk azt, hogy annak idején, hogy a hadisarcot bíztak, nyomtak rá a németekre, és így tovább. De hogy a Biblia is mondja, hogy megsebesült a feje, ketté vált, és felálltak ez a német országról szól, ugye tudjuk, hogy volt Kelet-Németország, Nyugat-Németország, de mégis föltámadt, fölállt, és ugye a Nyugat és Kelet egybeépültek. És gazdaságilag elég jó állapotban tartanak most már. A felek megállapodtak abban, hogy létrehozzák a Nemzetközi Kapcsolatok Intézetét, amelynek segítségével egy majdani világkormány létrehozásának irányába formálják a világot. Elég lesz. A brit oldalon létrehozott részleg a Királyi Külügyi Intézet nevet kapta, míg 1921. július 21-én megalakuló amerikai rész a külügyek tanácsa névre keresztelték. A külügyek tanácsának székhelye nem New Yorkban volt, Harold Pratt házban található Rockefeller társaságot uraló Pratt családi által adományozott épület, ő mindenben kiszolgálja a liberális elit igényeit. Kezdetben a társaság mindegy 1600 tagot számlált, de már a pénzvilág politika igen szigorú bekerülési feltételek ellenére is közel 3300 főt számlálnak. Szóval ők is szaporodnak, ahogy gazdagodnak, nem csak ez az elit száz, amit régen mondták, hogy ugye 100 főből áll, és ezek irányítják az egész világot. Valószínűleg ez így is van, most is. De azért már többen vannak, és különböző nevek is vannak, például vannak a illuminátusok. Illuminátusokról azért azt kell tudni, hogy ott van a Spár áruház, ugye ez a háromszög, magyarul karácsonypa, de az háromszög, az a mindent látó szent, az a illuminátusok hatáskörébe van. Mind a Rockefellerről tudjuk, hogy a szénbányák, stb. Abba gazdagodtak meg a Rockefellerek. Nagyon sok-sok leírások voltak, hogy mit műveltek ezek 100 vagy 150 évvel ezelőtt, és ha nyilván apáról fiúra szálltak ezek a gazdagságok. Nézzük meg az illuminátusokat. Talán mindközül az illuminátusok a legbefolyásosabb titkos társaság, amely uralja a világ rendjét. Célja először az Egyesült Európa, majd a világkormány létrehozása. Manapság a társaság a világ leggazdagabb családja. Rothschildok, Olivát boszorkány klubjaként emlegetik. Boszorkány klub. Ez tényleg így is van. Minden boszorkány az. De minden szabadkörűves az. A társaság alapítója 1748. február 6-án született egy rabbi fiaként, apja halála után áttért a katolikus hitre, és jezsuitáknál tanult. Szóval ez a katolikus hit, ez untig elég volt, semmi köze Istenhez, szájukkal beszélnek róla, és széthazudják magukat, az sem igaz, amit kérdennek. Miért is? Ugye mikor mondja, hogy hát a Péter, meg a Péter apostolt ők örökölték és így tovább, és a Péter kapta ezt meg, ez hazugság úgy, ahogy van. Nem a katolicizmus és nem az egyház örökölte. Később ateistává vált, és mint halálaig gyűlölettel gondolta jezsuitákra. Illuminátusok, liberalizmus,
és a tudás gyarapításának rendje volt. Keresztény ellenes tanokat tanultak, asztrológiát, orvostudományt, mindenféle válfaját, okkultizmust. Titkos tanok azt hirdették, hogy a férfiak és nőnek meg kell osztani egymás közt, amelyük csak van, később a kommunizmus is ezekből a gyökerekből indult fejlődése. 1776. május 1-én az akkoriban felálló Rothschild ház irányításával megalapította illuminátusok, világosodottak. Illuminátusok a megvilágosodottak. Titkos rendjét. Testület neve állítólag Lucifer tanaihoz köthető. Lucifer nevének jelentése fényhordozó, tudjuk a Szentírásból is. És sőt a Szentírás is azt mondja, vigyázzatok, mert még az ördög is átváltoztatja magát fényességes angyallá. Na ez a fényhordozó Lucifer, ő nekik ez a főnökük az összes szabadkőműveketnek. A testület azon mesterkedik, hogy befolyásolja, zsarolja, manipulálja a világot. Hogy felvilágosodás, szabadság szava alatt gyarapítsa a hatalmát. A szervezet központja Münchenben volt, 1777-ben összeolvadtak a helyi szabadkőműves páhajokkal. Átvették felette az irányítást, voltak a körükben beszervezőknek a feladata az volt, számos gazdag ember, politikus, magasrangú férfi, asszony, tudó, szabad gondolkodású és liberális személyiség kerüljön be, akik egy célra kelettek szolgálják a rend titkos érdekeit. És majd ebből szépen kivált a kommunizmus, ugye, amit nagyon jól tudjuk, Magyarországon is, Szovjetunióban, környező tagállamokban is tombolt a kommunizmus. És ugye miközben ateizmus, kommunizmus, hamis vallások voltak, faragott képek imádata, ugye Lenin, Brezsnyev, Kádár Jancsi, és így tovább, bálványimádás, Buddha, Krisna, Bhagavad Gita, Mária kultusz, ugye ez nagyon a katolikusoknál nagyon előtérbe került, Kádár János, és így tovább. Kommunizmus elve pénz, biztonság, dogma, imádata. Ők úgy gondolják meg a szabadkőművesek is, hogy a pénz biztonságot hoz nekik. És ugye ebbe tudjuk a Szovjetuniót, a pártitkárok kommunizmus papjai voltak, a kommunizmus bálványai Lenin, Sztálin, kommunista szobrok elhelyezése, akkor ugye volt már a kisdobosnak a 6 pontja, úttörőnek a 12 pontja, akkor kisztak kellett lenni és besúgó lették. Csak így tudtál létezni ebben a korszakban. Nagyon sok-sok besúgó és kétszínű ember született meg itt a kommunizmus hatás köre alatt. Nagyon sokan így vannak a keresztény világban is. Na most ugye ők arra a gazdagságra mentek rá, és ő nekik az hozta a biztonságot. Én meg szeretném a Jakab levelét felolvasni, mert itt a Szentírás teljesen másról beszél, és itt leírja, hogy a gazdagok hogy fognak járni, már is felolvasom Jakab levelében 5. fejezet 1-től 6-ig, ami ezt mondja. Nosza immár ti gazdagok, sírjatok, jajgatván a ti nyomorúságaitok miatt, amelyek elkövetkeznek reátok. Gazdagságotok megrothadt, és a ruháitok majd ette meg. Aranyotokat és ezüstötöket rozsda fonta meg, és adok rozsdája bizonyság ellenetek, és megemészte a ti testeteket, mint a tűz kincset gyűjtöttek az utolsó napokban is.
Ilyen utálatos az, aki már eladta a lelkét, szívét a mammonnak. De egy napon egy órába kódos lesz. Íme a ti mezőiteket learató munkások bére, amit ti visszatartottatok, kiállt. Isten mindent lát, mindent tud, hogy te hogy becsaptad a szegényeket. Ott dolgoztak éjség béré, és még abból is levontak ezek a gazdagok, olyan milliárdosok, azt se tudják már mennyi pénzük van, de még a munkást is megrövidítik. Itt így a Szentírás. Kiállt föl. Az aratok kiáltása eljutott a seregek urának füleihez, Úr Jézus Krisztushoz. Ott van fent az ügy. Dőzsöltetek-e földön, dobzódtatok, levágatás napjára hillaltátok a szíveteket. Elítéltétek és megöltétek az igazat, nem állt ellenetek. Szóval az, hogy valaki alázatos és az Urat szolgálja és nem hőbörög, és nem áll ellenetek, az nem jelent az, hogy le kell húzni, be kell csapni, meg kell rövidíteni az öpületését. A világuralomra törekvő szabadkőrvesek, világuralomra törekvő titkos összeesküvésről esik szó, mikor a szabadkőrvesekre gondolunk. Szabadkőrvesek jutnak eszünkbe, mikor a világuralom háttérbe uralkodás, leuralás, és csak a mammon, és a mammon, és a mammon. A rend 1717-től datálhat, amikor négy brit szabadkőrves összeolvadásából létrejött a nagy egyesült páholy, mai hatalmuk mértéke. Senki sem ismeri, olyan nagy hatalmak van, és nem beszélve az anyagi hatalomról. Az alkotmány aláírói több mint fele szabadkőrves volt, mikor ezt alapították, és két legfontosabb szimbólumokat, a pentagrammát, vagyis az ötágú csillagot és a körző derékszok páros ellejtették az ország szívében. Szemük előtt az okkult szimbólumrendszer legerősebb pentagrammája bontakozik ki, démoni keske fej. Négy felső csúcsa tűz, víz, föld és a levegő szimbóluma. Míg a legalsó pontban a fehérháza Luciferre utal. A szabadkőrvesek szimbólumai és befolyásuk nyoma körülvesznek bennünket, még a dollár bankjegyek hátán is visszaköszöntenek. Ilyen a mindent látó szem. Ami a mindent látó szemben van az evangélikus templomban, és ott van, mintha lőcsös kerék volna, és ugye a kerekek közt ez az asztrológusok, ugye a jele, ki milyen hónapban született le, és akkor ebből varázsolnak, és a háromszög a mindent látó szem is benne van, és ilyen becsapott állapotban vannak, vagy így hazudnak, hogy azt mondják, mindent látó szem ez az Úr. Nem, hanem az a szabad kővesek jele. Az okkultizmus jele a mindent látó szem. Benn van Esztergomban és a templomban. Benn van itt Magyarországon, illetve itt Veresegyházon is épült egy új katolikus templom, ugye? Ott is benn van a mindent látó szem. Nem beszélve a freskóról és erről és arról. A mindent látó szem a piramis, a sas feje körül a pentagramma alakban elhelyezett csillagok és jelmondatok. Új világrend, új világvallás. A világépítő nagymestere Nimród volt, ugye tudjuk a Szentírásból, azt mondja a Szentírás, Kus nemzi a Nimródot. Bármilyen furcsán is hangzik neki, a Nimród a magyaroknak az őse volt. És a Kus nemzi, ugye a Kus nemzetség, katolikusok, a Kusok, és bizony a magyarok, maga a Szent István és Májlek az őseink, mind a katolicizmushoz tartoztak. És a katolikus volt a háttérben, akik tolták, megállották a fegyvereket, és sok-sok ember lett legyilkolva. És ugye tudjuk erről a koronáról, és ez is csak átkothoz és vértapad hozzá, és be van víve a parlamentbe.
Utálatos az Úr előtt a bálvány. Utálatos. Egyértelműen leírja a Biblia. Egyértelműen leírja a Biblia, hogy ne gyilkoljál. Erre az abortusz törvény engedve van. Egyértelműen leírja a Szodoma Gomora esete, homokosság, hogy az a város elpusztul. Erre Magyarországon is összejöhetnek a homokosok. Ezért bizony erőteljesen imádkozni kell, mert el van vetemedve a világ, a keresztények meg alszanak. Minden csak úgy hagynak nyugodtan, és senki imádságba össze kell jönni, és imának nagyon nagy ereje és hatalma van, és a Szentírás azt mondja, hogy igazaknak az imáját meghallgatja az Úr, akivel egy szellemben tudunk lenni, azokkal együtt kell imádkozni, hogy ezek mind szűnjenek meg a magyar nemzet feje fölül, ezek a utálatos dolgok, ezt mind a szabad körülmények találták ki és engedélyezik, azok mindent elkövetnek, hogy szembe menjek az írással, mind akár a katolicizmus, mind már mondtam, a háttérben szabad körülmések uralják azt is, és akkor van még a Koponya rend, azok itt szabad körülmések ebben a Búzs családban, az idősebb Búzs, aki még nagyon-nagyon régen ugye elnök volt, aztán majd a Pia, és hát leírják, ugye a könyvek leírták gyönyörűen, hogy még csak a tanulmányait végeztem, már akkor fő volt duzzasztva az ő bankszámlája, már akkor el volt döntve, hogy meg lesz válaszva elnöknek. És hát ugye mivel, hogy a mammonnak eladta az életét, akkor aztán jöhetett az Antikrisztus az életébe, mind ahogy most már Magyarországon is, mint mondtam már, nem csak az egyházak, a karizmatikus gyülekezetek is, ez a csoport alatt vannak. És fokozatok vannak, egy párat megemlítünk ebből. Első fokozat, ami a szabadkövesek első fokú rituáljával majdnem teljesen megegyedik, minden új tagnak fogadalmat kell tennie, melyben titoktartással kötelezik magukat, amennyiben fogadalmukat megszegik, büntetésül vágják meg az arcukat, fültől fülig, és tépjék ki a nyelvüket. Miközben fogadalmat mondják, hüvelyik ujjukat keresztül húzzák a nyakukkal jelezve, hogy életükre esküsznek. Fogadalom után megtanulják a speciális kézfogást, és a vészelet. Rituálé a nadrág a bal lábon felhúzva, vontató kötél a nyakukba téve, háttérben kettő darab dupla háromzög, illető szeme bekötve, ő a vak jelölt, arra vágyik, hogy világosságra érje, hiszen ők mondják a nap fiai. És hogy majd világosságban lesznek, hát ez egy brutál sötétség, ezt mindjárt tudjuk. Őnekik a világosság, ugye maga a Lucifer, ahogy ők ezt nem is tagadják, megvan a Szent Bibliájuk, ugye azt meg kell puszíni és letérdeni, és a fekete-fehér saktábla utánzatú kövek vannak, ez mind a szabadkövességnek a jele, ying és a yang, annyi jó legyen benned, amennyi rossz, így van egyensúlyban, és így tovább, ez így teljes mértékben a Szentírással szembe megy. Második fokozat. Felszenteléskor, ami a szabadkövesek második fokú rituálja, egyedik meg, ismét fogadalmat tesznek, titkot megtartása, ha árulók leszünk, büntetésű vágják fel a mellkasunkat, tépjék ki a szívünket, vessék oda a ragadozóknak égen és földön, fogadalom közben kedet keresztelik a mellkas felől, majd jobb kedet egy hirtelen mozdulattal keresztül rántják a mellkason, lehet a test mellé a kedet, és a fog azonosító kézfogás szintén megegyedik a hívei kúja, és ugye arra is fogadalmat tesznek, hogy a gyermekük legyen kinyírva, ha ők ebből ki akarnak szállni. Szóval, kedves testvérem az Úrban, aki szabadkőves lesz, erre adta az ő fejét. Nagyon nagy bajban van, mert miért is? Azért, mert már az első eskü kötelezi őt, meg a gyereke is veszélyben van, az is halljon meg,
leírják, kimondassák velük, és onnétől kezdve általában ezek az eskük a 1-2-3 fokozatig szoktak elmenni, mert ott már nagyon sokan rájönnek arra, hogy itt nagy gáz van. Innét már kiszállni nem lehet, de sokan nem is mennek tovább, 33 fokozat van egyébként nekik. Minden egyes fokozatnál átkot mondanak ki magukra és a családjukra. Na, ezek a szabadkőrvesek. Ezek a szabadkőrvesek munkálkodnak a háttérben, és ezek a szabadkőrvesek találták ki a koronavírust, kedves testvéreim az Úrban, amit már 25 évvel ezelőtt bizonyos körökben, amikben annak idején jártam, mert én meg okkultista voltam, nem szabadkőrves okkultista, de az is közel áll hozzám, és már akkor megmondták, hogy ez a világ már nem bírja a nyersanyagba elviselni ezt a sok embert, és valahogy pusztítani kell az embereket. Mind ahogy Afrikába is bevitték az AIDS-vírust, az széltudatos volt, behajtották, hadd pusztuljanak, hiszen nagyon szaporodtak. És így tovább, és akkor ugye most jött ez a rendszer, és most mit csinálnak? Koronavírusban ezt hazudják, naponta mondják, több százan meghalnak, meg ezren, miközben azelőtt is ugyanúgy a sima vírusban meghaltak. És ugye tudjuk a kórházi dolgozóktól, neki ott dolgozott ismerősünk, hogy mindegy, hogy mibe halsz meg, koronavírus van ráírva, hogy abba haltál meg, az egész mind hazugságra van föltéve, mert ezek a szabadkőrvesek eldöntötték, hogy az embereket ki kell nyírni valahogy, és ilyen rafinált, mocskos, piszkos módra kitalálták ezt, hogy van itt egy vírus, még ráadásul, ugye nem is tudsz kicsinni, hiszen ez a vírus csinálja. És akkor eljátszák ugye természetesen filmszínészi módra, hogy ők mindent elkövetnek azért, hogy az emberiséget megmentsék. És közben ugye jönnek ezek a vakcinák, amiről már több orvos is nyilatkozott, hogy benne van a AIDS-vírus, benne van a malária, benne van a nem tudom milyen vírusokat tettek még ebbe bele, és ezeket oltsák be az embereket, ugye hát maga az AIDS-vírus az legyöngít, az immunrendszeredet nem tud ellenállni annak a vakcinának, amit beléd toltak, de hogy az nem azért van, hogy te megmeneküljél. Tudjuk az internetről, ha ezeket a dolgokat figyeljük, persze, ami nagyon komoly információ, azt leszedik azonnal, de konkrétan tudjuk, volt, akiben beoltották, ott már még aznap meghalt, volt, aki másnap halt meg, és itt orvosok nyilatkoznak, hogy ezek a dolgok benne vannak, semmi esetre sem adassátok be. És ezen kívül még mit fognak csinálni ezek az aranyos, szabadkőrves emberek, akik a mi pénzünkön, meg a mi őseink pénzén, izzadságos munkán, ők milliárdosok lettek, ellopták az embereknek a pénzét, megcsonkították, megrövidítették. Egyszer volt egy tanár, azt mondta, hogy milliárdosnak lenni tisztességes munkában nem lehet. Hát talán én el is hiszem ezeket, mert ugye adózás, ezek a nagy gazdagok még annyit se adóznak, mint a hétköznapi kis vállalkozó. Mert a kis vállalkozóra rámennek erre a nagy gazdagra, meg hogy mehetnének rá, amikor az egész világot ők uralják. Magyarország is a kezükben van, de Amerika is kezükben van, Oroszország is kezükben van. Miért? Mert iszonyatos milliárdos adósságok vannak, és ezek az adósságok a szabadkőrvesek felé vannak. Mert hogyan csinálják? Összeugrasszák a két országot mondjuk, és megtámogatják komoly pénzösszeggel, ugye, hogy tudjanak fegyvereket venni, és ugye eleve a régi fegyvereket azt már el kell, hogy tűnjenek, hiszen már ki van találva az új. Na, hadd menjen a háború, aztán szétrombolják, sok-sok ember meghal megint, csak az ő eszmefuttatásuk, hogy az emberek csökkenjenek, ne szaporodjanak, ugye. Ez a vakcina is ezért van kitalálva. És aztán majd megint egy iszonyatos nagy kamatra kapnak pénzt, hogy az országot felépítsék.
És ha háborúval, ha nincs háború, ők mindenféleképpen gazdagodnak. Tetőled elvetik a házat, most mi fog jönni, koronavírus van. Kitalálták, hogy majd lehet halasszák a visszafizetéseket, egyszer nem tud dolgozni szerencsétlen ember, hát mit csinálja? Halmozódik az adóság, de megnyugtassák őtet, nyugodtan legyél, figyelj, haladékot adunk neked. Persze, az haladék lesz, de majd azon meg lesz a kamat is. Így sem érted utol magad, ha most képzeld egy fél évig vagy egy évig, nem fizet semmit sem, mennyi adóság megy a fejedre, és annak a kamatnak a kamatja. Jönnek, és olyan aranyosak ezek, elveszik tőled a házat, gyerekeddel együtt kirúgnak az utca szélére. Na ennyit az a aranyos, szabad kővesek, mikor kiállnak, hogy nem sül le az arcokról a bőr, és akkor előadja egy mindegyik magának, igen, szűkebb napok lesznek. Soha nem felejtem el a kommunizmusban, amikor volt ez a milyen Grósz Karcsi. Soha nem felejtem el, azt mondja, hát most egy kicsit a nadrág sírt meghúzzuk egy-két évig, de utána nagyon jó lett. Hát azóta eltelt már több mint 20 év, egyfolytában csak a nadrág szíj húzva van. Úgyhogy ilyen hazugságok tömkelege jön a szabadkőves háttérből, ők találták ki az egész koronavírus, semmiféle koronavírus nincs, egy sima hétköznapi vírus, amit azt mondják a szakember, tudós orvosok, hogy tele van a mi szervezetünk vírusokkal, hát azért a mi szervezetünk, mert vírusok vannak benne, és nem beszélve, hogy amivel ők megállapítják egyébként, nem mondta már több hozzáértő szakember, hogy ezt csak a vírus tudja megállapítani, de nem az, hogy korona. Na de, mivel a Szentírás leírja a Jób esetét, ugye, amikor a Jób elveszítette az egész családját, csak a felesége maradt meg, de az összes vagyonát is, azt mondta, Isten adta, Isten elvette, hát így lesz a gazdagokkal is, hogy immár sírjatok, hogy a Jakab levelét felolvastam, úgyhogy kódosságra fognak jutni. Dicsőség Istennek, hogy ilyen igazságot fog majd ő tenni, mert igazságos bíró csak is Úr Jézus Krisztus lesz, de viszont. Ezek a gazdagságok, amit ezek szereztek a másiknak a kárán, mint ahogy most is ugye kitalálták ezt a vírust, kötelezővé tették a szájkosárhordást, ebből megint milliárdos vesznek azok a személyek a háttérbe, akik ezt az egész rendszert kiagyálták már 25 évvel ezelőtt. És riadgassák az időseket, azok hadd menjenek először be, és ott csak őket ingyen, csak menjenek, nem kell nyugdíjat fizetni, ne éljen már itt 89 évig, hanem belökjük neki azt a injekciót, az hamarosan el fog menni, mert már úgyis idősebb az immunrendszere, le van neki. És ugye a Jobbnak a könyvéből, mint hogy elkezdtem mondani, hogy befejezzem, maga Jobb is azt mondta, azt kaptam, amit ő félve remektem. Szóval ha valaki fél és sokan félnek ettől a vírustól, mert becsapott állapotban vannak, és senkit nem akarok bántani, de a Szentírás azt mondja, aki nem született újra a Szent Szellem által, sötétségben van, ha tetszik ez, bármilyen doktorátusa van neki, 3-4 is lehet attól, még sötétségben van, a Szent Szellem által nem született újra, mert nem érte az egész rendszert, mert erre választ ad nekünk a Biblia. És ugye a Jobb is csak azt kapta, amit ő félt. Ez az ördög jogalapot nyert abból, hogy bemenjen az életébe, és elpusztított mindent körülötte. Mert leírja a János evangélium a 10-10, hogy az ördög lopni, csalni, hazudni, nyomorba dönteni, kinyírni jött. Hát most figyelj ide, kedves testvérem, hát ez a vírus mi csinál? Egy gazdasági válság lesz, ezt most mindenkinek elmondom, ha tetszik nektek, ha nem tetszik, majd meglássátok nagyon hamarosan, hogy miről beszélek, az akkor lehet kapargatni a fejet mindenkinek. Azt se ártam egy kicsit betáradni talán egy két darab ide zsíros kenyérre valót, hogy ezt át tudjad vészelni. Mert a Szentírás mindenről tudott. Azt mondja a Szentírás nekünk, hogy az Isten fiait az maga az Isten nem hagyja sötétségbe. Tudjuk azt, hogy mikor jön Jézus, tudjuk azt, hogy nem talajmódra jön, mert világosságban vagyunk. Annak jön talajmódra, sötétségbe, aki sötétségben van. Ezt leírja a Szentírás. Na de most nem ez a lényeg, hogy Jézus mikor jön, de fog jönni dicsőség az Úrnak, hanem, hogy mik fognak bekövetkezni hamarosan, és ezeket a helyzeteket a koronavírus gerjeszti föl,
arra van minden ráfogva, eljátták nagyon ám, mert mind színészi tehetséggel rendelkeznek ezek a politikusok, meg még ezek a vezetők is, ez a keresztény vezetők is ám nagyon nagy ilyen tehetséggel rendelkeznek, ők is el tudják játszani, hogy mennyire Istennél vannak. De viszont a Szentírás ezt mondja, hogy mi fog bekövetkezni, figyeljetek! Szeretném felolvasni, és majd ez lesz az záró igék, hogy értsétek, hogy mit fog hozni még ez a koronavírus. Senki ne higgye ezt, hogy jövő héten vagy azután ez meg fog szűnni, mert ennek sokkal több vonzata lesz még, itt a Szentírás tudósít bennünket, és ez maga Úr Jézus Krisztus mondja, hogy lehetsz te bármilyen politikus, lehetsz te agyment nyolc diplomás, Jézus Krisztus mondja az igazságot. Miért? Mert ő Istentől vette el, és aki Szent Szellemmel újjá születik, Isten adja a bölcsességet. Hogy nem a diploma, nem a teológia, és így tovább, és így tovább. Olvasom testvéreim. És akkor az olajfák egyén ülve hozzá mennének a tanítványok magukban mondva, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek. És micsoda jel lesz a te eljöveteletnek és a világ végén. Jézus felelvén mondta nekik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. Szóval mit mond nekik? Már a nagy bölcsességet elmondja. Meglássátok, nehogy elhitessen titeket ez a hadut banda, aki most a világban van. Figyelj! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok Krisztus, sokakat elhitetnek. Sokakat. Mert az emberek olyan sötétségben vannak, ő kereszténynek meri vallani magát, de meg a Biblia tetszik olvastál. Olyan sötétségben van. Figyelj, ezeket be is lehet csapni. Jön Kukucsi megyéből kis Jóska, és akkor azt mondja, én vagyok a Jézus, jeleket, csodákat teszek, és az emberek elhiszik. Figyelj! Hallanatok kell háborúkról, háborúk híreiről, meglássátok, meg ne rémüljetek, mert mindeneknek meg kell lenniük, de ez itt még nem a vég. Háborúk, ha lehetne? Ha hogy ne lennének, mikor figyeld, ez a nyomorúságos helyzet mit fog hozni? Majd mikor nem ettél már egy hetet, akkor valószínűleg föl fog gerjedni benned a harag, mert azt mondja, ugye a Máté 24-es fejezetben olvasom az igéket, 7. ige versnél tartok, ami ezt mondja. Mert nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen. Hát hogy ne háborodnának föl? Mikor ugye a nagy gazdagok, meg aki háttérben vannak, dőzsőnek, hídlalásra hídlalják a szívüket, ahogy az ige mondja. És közben mik lesznek? Éhségek, dökhalálok, földindulások, ő mindenfelé. Nem csak Magyarországon, hanem minden felé. És akkor azt mondja, mindaz pedig sok nyomorúságnak kezdete. Ezek még csak a sok, azt írja, hogy igen, sok nyomorúság, nem csak egy, sok. Földrengések, földindulások, nemzet, nemzet ellen támad, ország, ország ellen, dökhalálok, már kitalálják ugye, hogy az állatok ilyen vírusban vannak, és azt mind lefogják. Ótani az állatokat, már csináltak ilyet, tudjuk, de megint lesz, mert leírja a Szentírás, és éhségek. Éhségek. Ez az egész egy komoly gazdasági váltságra megy ki ez az egész, ráfogva erre a koronavírusra. És a boltok kérülnek, bezárnak, és bizony, jönnek a éhséges tökhalálok, és emberek ellen fognak majd menni. Ekkor még nem jön a Úr Jézus Krisztus el, erről nem akarok beszélni, mert most ennek a tanításnak nem ez a lényege, de majd ezt a nagy nyomorúságot, ezt a nincstelenséget, ami ugye az egész világot körbe fogja venni, nem csak Magyarországot, az egész világot, sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek, hazudnak, mint a vízfolyás,
Az se igaz, amit kérdeznek sok tanító, apostol, pásztor, akik csak a zsebüket tömték meg, ezek a béres pásztorok. Ezek be fognak következni, kedves testvéreim, ha tetszik ez valakinek, ha nem tetszik, mert a Szentírás szent és igaz, maga Isten szellem, Szent Szellem által íródott, a szellemen keresztül a próféták leírták ezeket, és Jézus Krisztus, mikor itt járt a földön, ő azt mondta, mindeneknek meg kell történni, egy jóta el nem veszhet a Szentírásból, míg be nem teljesedik. Szóval ha ezt egyszer Isten fia mondta, akkor bizony az úgy lesz. És akkor majd jön az Antikrisztus, aki majd bedől neki az egész világ, egy személyben fog jönni, nagyokat szóló szája lesz, majd erről is szeretnék tanítani még, mert sokat kell erről tanítani, mert ebben az időszakban belementünk, nagyokat szóló szája lesz egy átlagtól, a termete nagyobb lesz, és hogy meg fogjuk ismerni, hogy ki az, és az utolsó 7 éves periódus, hogy fölépítik a templomot, és majd még a végén oda is bejön. És ez a nyomorúság nem az az utolsó nyomorúság lesz, hanem még aztán jön még egy kegyetlenebb nyomorúság, ezt az egyikét felolvasom csak, hogy mindenki rögzítse azt, hogy itt két nyomorúságról van szó. Ez az első, ez felszabadítja, majd jön az Antikrisztus, az ige azt írja, hogy béke, 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 de ez hamis béke lesz. Két színű, ez nem probléma az Antikrisztusnak, hiszen sok kereszténynek probléma ez, a vezetőknek se, a szabadkörvöseknek, egy filmszínészi tehetséggel születtek ezek le alaphangon. Úgyhogy komoly jó színész is lenne belőlük, azok is egyébként. Másodállásban nekik nem kellett színművészeti akadémiát elvégezni. Ment ez nekik így is. Na de. Jön ez a hamis Antikrisztus, bedől az egész világ neki. Miért? Mert felszabadítja az ilyenséget. Bótok ismét kinyitnak, bótok tele lesznek, és 3,5 évig tényleg mindenki azt csinál, amit akar, szószoros értelmében. Ért? Eljátsza ez a hamis Antikrisztus, aki abban a személyben lesz benne. És aztán már még jön egy utolsó komoly nyomorúság, amit felolvasok, kedves testvéreim, Máté evangéliumban 24-es fejezetből, ami ezt mondja. Mert akkor nagy nyomorúság lesz, ez már az utolsó nyomorúság, mely nem volt a világ kezdete óta. Szóval ez is brutális lesz, amit imént olvastam. De ez még attól is brutális, hogy még a világon ilyen nem volt. Gondold, ez mi lesz. Amilyen nem volt a világ kezdete óta, mind ez idáig, és nem is lesz soha többé. Ez az utolsó nyomorúság lesz. Na itt megint a hamis tanítóknak föl kell hívni a figyelmét, hogy maradjanak csöndbe, ne csináljanak birka kiképzést, hanem hallgassanak, aki tudattal jobban jár, azt mondja példabeszédek, ha buta hallgat, az is bősnek látszódik. Úgyhogy sokkal jobban tenne az a sok-sok hamis tanító, akik az utolsó időről már tanítottak, már 2 órája beszélnek, közösítenek, meg minket fölvisz az Úr előtte, meg nem lesz ilyen, úgyhogy ezt hagyjuk, mert ez mind mese, mert az ige más mond. Olvasom a 22-es ige verset, szóval itt a nagy nyomorúság itt lesz, és ez már a második. És ha azok a napok, figyelj csak, meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg. De a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. A választottakért. Ki a választott? Ki Szent Szellem által újjá született, Szent Szellem ott van a szívében, Jézus lakozást vett. És tudjuk a Szentírásból, hogy ezeket megpecsételi az Úr a homlokukon. És majd, mikor letelik ez a plusz 30 nap, ez 30 napig fog tartani, tudjuk ezt is az igéből, nem az én okosságom, hogy én találtam volna ki. Akkor aztán jön az Úr az ég angyalaival, minden szem meg fogja látni, ezt mondja az ige. Még a vak is észrevesz, van fénye.
Maga Úr Jézus nem jön le a földre, hanem küldi az ő angyalait, és a választottak, akik meg vannak pecsételve a szellemvilágban, összeszedik ezek az angyalok, és ez lesz az elragadtatás. És akkor majd még fog jönni egy 3,5 év, az Isten haraga kitöltetik, de most nem erről akarok tanítani, csak ez így ehhez a témához, ez belevágott, hogy a szabadkőmesek csinálják ezt az egész attrakciót a háttérben. És ők nagyon szépen meg is fognak ebbe gazdagodni, meg nagyon sokan el fogják a házukat veszíteni, az megint az övéké lesz, és így tovább, hiszen a bankoktól kezdve minden azért van kitalálva, hogy aki olyan beleugrott, azt a sárga földig lehúzzák, és elvegyék tőle még azt is, amilyen van. Kedves testvérem, mai nap beépélt vele, és én szeretnék egy imádságesztet bezárni. Drága mennyei atyám, hálásak vagyunk, Uram. Köszönjük neked, atyám, hogy te adod a Szent Szellem által való bölcsességet, Uram. És te adsz, atyám, megvilágosodást, hogy az ige is mondja magunktól, csak oktalan állatok lennénk, hogy az ige is mondja, és az oktalan állat levágattatik a barommal. Egy szintre teszed, Uram Istenem, aki nem születik újra. Atyám, hálásak vagyunk, hogy megmutatod az igének a mélységét is, hogy leírod Korintus és levélben második fejezetben, hogy még az Isten mélységeit megvizsgálja, ki Szent Szellembe van betöltekezve. És te adod az értelmet, te adod a bölcsességet, Uram, kérlek, hogy mindazok, akik ezt hallgatják a tanításokat, Uram, adj nekik értelmet, adj nekik bölcsességet, Uram, hogy valóban értsék meg ezeket az igéket, és egyre súlyosabb a helyzet, és ezt komolyan kell venni. Atyám, köszönjük neked, Uram, hogy te leírtad a Szentírásban még azt is, hogy hogyan készüljünk föl rá. Uram, adj nekik bölcsességet, kik nézik ezeket a tanításokat. Jézus nevében megáldom őket. Amen.